Sziasztok fiúk, lányok, én Manó vagyok, és ismét egy Rimworld videóval érkeztem. Hú, hát hol is tartottunk legutóbb? Egy idilli kis nyugis rész volt, hogyha jól emlékszem, úgyhogy vágjunk is bele a mai műsorba, és lássuk, hogy mik fognak történni az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy jó szórakozás nektek. Na. Ahogy látom, Lady nagyban csinálja a márványtömböket, az nagyon jó. Grimes pedig, ahogy kell, a padlót készíti el, hogy meglegyen a másik rész. Ugye itt lesz majd a konyha. Nem egy túl nagy helység, de figyeljetek, bőven elég lesz szerintem. Itt lesz egy kis átjáró, és utána emögött lesz a hatalmas kamra. Vagy raktár, ami hűtőként fog szolgálni. Na, milyen állataink vannak? Van egy csomó muffalunk, van egy patink, illetve szarvasmarháink vannak. Na hát, két szarvasmarha tehenünk van. Kellene egy bikuci melléjük. Az úgy nem ártana. Greta, hogy állsz a bányászattal? Sehogy lettél, hogy állsz a bányászattal? Sehogy, Lady, hogy állsz a bányászattal? Már egy fokkal jobb, a négyes bányászat már jó. Gyere szépen is. Már nyomhatod is a bányászatot. Ugye most elmegyünk az alkatrészekre. Jó lenne 10 fölötti alkatrészmennyiség, és utána még szükségünk lesz acélbányászatára. Szóval igen, azért lesz dolog. Azért lesz dolog. Kezd éhes is lenni. Jó, hát akkor mind a négyet szerintem nem fogja kibányászni. Lady, vidd az alkatrészeket be. Ez pedig... de jót tettem, hogy beküldtem. Úristen! Figyelem! Őslakosok, a Menballe törzs érkeztek a közelbe. Azonnal támadnak. Jézusom! Ne rohanj annyira komám. Na nézzük, Jaguár jött. Hát nézzük, Jaguár a bátor. Aszkéta, nőgyűlölő, kocogó. Úristen. Azért az a gondozás, az a kézművesség, meg az a közelharc, ez komoly. Hát ő bátor. Nézzük, hogy Jaguár mit is fog csinálni? Ne a falra megy. És a falra megy. Oké, gyerekek. Neki csak nyila van. Neki is csak nyila van, de Lettikém, drága, egyem a szívedet. Mit szólnál hozzá, hogyha adnék neked egy sörétes puskát? Lady, neked meg egyáltalán nincs fegyvered, mert te mindenre alkalmatlan vagy. Ez remek lesz. Igen, üti a falat. Oké, hát ő be fog jönni, én úgy látom. Ez kellemetlen lesz, gyerekek. És be is jött. Ez bajos, ez nagyon bajos. Oké, lőtávban van. Gyere hátrébb. Jó, Lady-t bezárjuk. Úristen. Oké, Letty hol vagy? Letty. Hát ketten már csak elrendezik. Megy az állatokra. Oké, gyere, eltaláltuk.
Na nézzük. Az a baj, hogy kocogó. Ez csak egy horzsolás heg a fene. Várjunk. Mennyire találtuk el? Mennyire lassult be? Mozgása 94%. Oké. Okay. Az a baj, hogy ő nem kocogó. Mármint Grimes. Uha. Jó, mi lenne, ha megpróbálnánk elcsalni? Gyere erre. Így. Oké, lettikém, gyere te is. Próbáljuk elcsalni egy kicsit erre fölfelé. Na, ez ilyen körbe-körbe szaladgálás lesz. Én úgy érzem. Megvagy. Gyerünk, Grimes, az a baj, utol fogja érni, mert gyorsabb. Menj rá. Na várjatok. Próbáljuk meg erre lefelé vissza. Nem. Hú, ez nehéz lesz, nehéz lesz. Lehet, hogy meg kéne próbálni becsalni ide, de nem fog menni, nem fog odáig elmenni a karakter. Mert túl gyors, ő egy kocogó. Greta, hogy állsz? Lettikém, mi lenne, hogyha szaladnál utána, mint az állat? Hát így nagyon nehéz lesz. Lady nem tud harcolni. Tűz, 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 adj neki! Hogy állunk? Gerinc repedés a bunkós bottól. És te hogy állsz? Semmi, 22 óra múlva halott. Még jól van. Igen. Hú, ez kemény lesz, ez kemény lesz, és remélem, hogy Gray ide ér. Úgyhogy próbáljuk. Próbáljuk, Letty, gyere, 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 gyere. Az a baj, hogy Grimes, ha nem tudok eltávolodni tőle. Csomó zuzódása van. Áú! Ne. El fogja vinni. Nem. Nem engedhetjük. Erre gyere. Az anyja úristenit. El fogja vinni a karakteret. Karakterem. Igen, karakterem. Tűz. Eléred? Tűz. Gyere. Adj neki. Oké, te mindenképpen menj elé, vágj elé. Lettikém, padlógáz utána. Nem viheti el Grimesot, nem viheti el. És el fogja vinni, mert gyorsabb. Olyan gyorsan szalad. Jó, még van idő, míg kiír. Még van idő, míg kiír. Igazából csak elájult.
Szóval nagy baj nincsen. Oké. Menj elé, Gray. Menj elé. Az a baj, nem elég gyors. Csak egyszer találná el. Csak egyetlen egyszer. Már jó lenne. Takarásban van. Menj, 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 menj. Ez így nem lesz jó. Ki fog érni vele? Gyere, 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 gyere. Ez az! Eltalálta. Oké. Mozgás lelassult, 64%. Nagyon jó, gyere. Nagyon jó. Ez az! Úristen! Megmentettük. Oké, menj meg őt. Jó, Letty. Ú, mekkora nagy voltál ma. Jézusom, de nagy voltál. Oké, Letty, rögtön vedd magadhoz mindet, mindet vedd, már mindegy. Inkább csináljuk ezt, hogy vidd vissza mindet. Oké. Ő meghalt. Hát, ez van sajnos. Hű, gyerekek. Hű, gyerekek. Hát ezt nem gondoltam, ezt nem gondoltam. Azt a rohadt életbe. Oké. Oké, mentsük meg Grimesot. Nagyon jó. Hű, Jézusom. És nézzétek meg, hogy mennyire közel volt. Azt a rohadt. Hát levert a víz. És nem gondoltam, hogy... ilyesmivel fogjuk kezdeni a mai videót. Jézusom. Oké. Oké, vedd elő az ellátását. Ez az nagyon jó. És hogy áll Grimes? Semmi komoly. Úristen. Lady, te hozod a pemikánt. Oké. Gray pedig jön és befoltozza a falat. Hú. Hát azért nem voltam benne biztos, hogy sikerül megmenteni, de sikerült. Oké. És akkor most ennek köszönhetően most megint nekiállunk falat építeni. Ugyanis, hogyha azt érzékeli a gép, hogy itt egyszerűbb bejönni, mint hogyha így körbe jönne, akkor az nekem nem jó. Akkor az nekem nem jó. Azt kellene érzékelnie, hogy a legkönnyebb bejutás az. Az ott van a sújtócsapdáknál, szóval... Állunk neki, hogy... Úgy érzékelje a gép, hogy ez nekem legyen jó,
és akkor ugyanúgy megcsináljuk itt is a dupla falat. Jézusom, hát majdnem elvitték a karakterem. Oké, küldetés elérhető. Na nézzük. Rea nevű evangélista hív a közelből. Őslakosok üldözik, akik a Menban letörzs frakció tagjé. Kenyerök segítségét felajánlja, hogy csatlakozik ezen a helyen. Etton. Elfogadtuk. Na nézzük, Rea. Oké, itt érkezik Rea. Ő ocsmány, szegény nem tehet róla, de... Úristen, 12 szociális. Földművelés. Ez egy korrekt karakter eddig. Nincs semmilyen betegsége, ez egy jó hír. Mindenre alkalmas. Oké. Jó, hát nem sok mindene van, de az van. Hát hajrá. Ennyi előnyöd volt? Na nézzük. Figyelem, őslakosok érkeztek a közelbe, támadás előtt még felkészülnek. Az őslakosok Reáért jöttek, helyszínre ugrás. Na nézzük, ő pedig... Gucer a földmunkás. Na, kedves és álhatatos. Azt a bányászatot! Egészség, egy lövésheg és egy horzsolás hege van, az semmi. Oké. Ne hajj meg. Gucer, ne hajj meg. Jó. Ezért a pisztolyért bejön szépen Rea, tényleg tud? Ha? Tud. Na szóval, ezért a forgótáros pisztolyért bejön. És remélem, hogy elég gyorsan ide ér, mert Gucer egy picit gyorsabb nála. Siess. Oké, ott bejön. Jó. Állj. Gray. Már lőállás. Ba ide jön. Letti. Már jössz is ide. Oké. Jön a megszokott helyről. Na nézzük. Te ott mit csinálsz? Te hova mész? Nem erre kéne? És te ott mi? Nem akkora nagy probléma az, hogy te oda mész, csak... Most neki áll gondolkozni? Célpontra vár. Ja igen, Letti célpontra vár. Igen. Ő pedig nem tudni, hogy mit csinál. Rea. Már fejé is a tehenet. Jól van. Oké, tehát ő felkészül valószínűleg a támadásra. De gondolkodjunk egy picikét. Jó. Remélem, hogy bejön a sújtócsapdákba és nem hal bele. Mert akkor rohadt jó lesz. Fú, nagyon kell. Kell ez az ember, gyerekek, kell ez az ember. Fegyvertelen vadász. Ja, tudom, Grimes. Menj a sörétesért.
Most nem szórakozunk, gyerekek. Három fegyverest ideállítunk. Mi történt? Megvadult állat, egy tengeri malac. Egy megvadult tengeri malac, az nagyon jó. Oké. Az ott már nem oké. Fuss el. Ajaj, ajaj. Pont nem jó helyen volt. Mi lenne, hogyha megpróbál... Nem. Menjél. Fuss. Igen, mi lenne, hogyha megpróbálnátok... az mi történt? Horzsolás! Siess. Mennyire gáz. Nincs közvetlen életveszély, az jó. Ez az, megvan. És akkor most te tüzelj erre. Úristen, legalább tanulj meg célozni, léci. Hát itt van az orrod előtt, tehát eltalálnád? Köszi. Nehéz szülés volt, de sikeres. Jó, te ezt előbb elcipeled. És most lásd el magad. Ellátásra nincsen beosztva? Hát önellátásra el van. Na nézzük a beosztásokat, orvos. Oké, lásd el magadat. Nagyon jó. Közben belesétált a sújtócsapdába a földmunkás. De kár érte. Jaj, de kár érte. Na mindegy. Hát akkor temesd el. Lettikém. Már cipelheted is a pénzt. Oké. Hú. Hát gyerekek. Ez kemény. Ez kemény volt eddig. Hát nem gondoltam, hogy egyszerre kettő ilyen esemény is fog történni egymás után. Fú. Hát erre nem gondoltam, hogy így hirtelennyében minden a nyakunkba szakad, de szerencsére túléltük. Úgyhogy mit szóltok hozzá? Mára ennyi lett volna? Ezt nem lehet überelni, úgyhogy találkozunk legközelebb. Na, sziasztok!